Kedves vendégeink! Megkezdjük szalagavató ünnepségünket. Az ünnepségről az iskola felkérésére a Városi Televízió felvételt készít, ezért megkérjük kedves vendégeinket, hogy a rendezvény zavartalansága érdekében a saját helyükről készítsenek fénykép és videófelvételeket. A mobiltelefonokat szíveskedjenek kikapcsolni. Köszönjük! Az ünnepségünkről készített felvételt a Városi Televízió 2014. október 19-én vasárnap délután 14 óra 30 perctől sugározza.
Szalagavató ünnepségünk alkalmából szeretettel köszöntöm a megjelent kedves szülőket, hozzátartozókat, tanárainkat és minden kedves vendégünket. Köszöntöm az ünnepelteket, iskolánk 12. és 13. osztályos tanulóit. Kérem, tekintsék meg ünnepi műsorunkat. Az itt maradó diákok nevében Lázár Nóra, 12. N-osztályos tanuló szól az ünnepeltekhez, iskolánk végzős diákjaihoz. Kedves végzősök, tisztelt tanáraink, vendégeink! Van egy pont, ahol a diákból felnőtt lesz. Egy pont, ahol legyőzöd a félelmet. Egy pont, ahol megnyugszol. Egy pont, ahol már csak nevetünk mindenen. Egy pont, ahol már nem tanulsz. Egy pont, ahol okosnak kell lenned, és egy másik, ahol még okosabbnak. Egy pont, ahol felnőttként kell döntened. Egy pont, ahol minden tudásodra szükség van, és egy másik, ahol újra diák lehetsz, ha arra vágysz. Mindig van egy pont. Ezen a mai napon is az életetek egy bizonyos pontjához értetek. Itt álltok az újonnan vart ünnepi öltözeteitekben, hallgatjátok a nektek íródott beszédeket, és arra vártok, hogy mikor kapjátok már meg a szalagot, amiért jöttetek. De valljuk be, a ruhák kicsit kényelmetlenek, a cipők szorítanak, és ki szeret folyamatosan mosolyogni több órán keresztül. Mégis megteszitek, mert tudjátok, hogy a szüleitek és tanáraitok milyen büszkék arra, hogy idáig eljutottatok, hogy itt álltok az érettségi küszöbén. A nagyszüleitek a nyugdíjas klubban is eldicsekedhetnek a klubtársaknak, hogy az ő kicsi unokáján milyen jól állt a kosztüm, illetve az öltöny, milyen szép volt a haja, a sminkje, milyen fes volt, valamint, hogy az ő kicsi unokája táncolta a legjobban a szalagtűzős táncot. Elgondolkoztatok-e már, hogy mely varázslatnak köszönhető, hogy 4, illetve 5 év, számtalan hónap, felfoghatatlanul sok óra és néhány óraközi szünet egy szempillantás alatt véget ért. Az élmények egyetlen percén sűrűsödtek. Furcsa, de mindenképpen érdekes, hosszú, de mégis rövid percé,
melyben annyi minden megfér egymás mellett. A hétfő reggelek álmos hangulatától, a pénteki napok véget érni nem akaró hosszú óráin keresztül, a lebukott puskázásokon át az életre tanító magyarázatokig, s mindez már csak a múlté. Sokkal nehezebb akadály áll előttetek, és ezen megmérettetés eredményétől függ, hogy álmotok valóra válik-e, s ott folytathatjátok-e tovább tanulmányaitokat, ahol szeretnétek. De ez a nap legyen még az önfelett ünneplésé. Az én dolgom nem más, mint hogy gratuláljak nektek, hogy idáig eljutottatok, gratuláljak a szülőknek, hogy eddig támogattak benneteket, a tanáraitoknak, akik megpróbáltak egy kis tudást csepegtetni a fejetekbe. Remélem, élni fogtok az itt kapott lehetőségekkel, és jóra fordítjátok azt a tudást, amit kaptatok. Kis Jenő szavaival búcsúzom. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra. Nézd, mit tett, mit alkotott a munka. Nézd vissza, aztán ismét csak előre, s indulj tovább az alkotó jövőbe. Fehér Ferenc Hamuba sült pogácsa című versét Bodor Tímea 10. B-osztályos tanuló tolmácsolja. Fehér Ferenc hamuban sült pogácsa. A hamuban sült pogácsa jár a szemben mostanába, dédszülők fogyhatatlan éhe, osztva növekvő elesége. Azt a hamut rég szelek söpörték, élete mégis erámszelt örökség. Oltalom, paraszti vért, és utánam tekintő féltés. Csak addig jó útra valónak, amíg érzem ízét a szónak. Csak addig kapok új erőre, amíg másnak török belőle. Adom bandukolónak, merész legkisebb fiúnak. Barangolhasson sokáig, egész az égig érő fáig. Hozzáadom mesélő esték titkokkal pattogó melegét, magam is benne lemegnék, ne hamvadjon a szó még. Hisz nem is a puszta szó, a lelke ez, ami a varázs lehelte. Álmodni merésünk zsarátja, a hamuban sült pogácsa. Zagyba Filip, 13. N-osztályos tanuló beszél a végzősök nevében. Itt vagyunk mi 2014. októberén, szalagtűzünk napján, 11-én. 56 ember elegánsba öltözvén, 56 ember a világ küszöbén. Köszöntöm a megjelent szülőket, barátokat, tanárokat ezen a napon, amelyre mindenki ünnepelni jött el. Mivel ünnep ez a nap a szülőknek, kik látják a már-már felnőtt gyermekeiket. Ünnep ez a nap a tanároknak, kik egy újabb generációt kitanítottak. Ünnep ez a nap a barátoknak, kik mindig kitartanak mellettünk. És végül, de nem utolsó sorban, ünnep ez számunkra is, végzősöknek. Végre mi is itt állhatunk, ez a nap rólunk szól. Az elmúlt pár hónap a szalagtűzőre való felkészülésről szólt. Már tavaly évvégén elkezdtünk táncpróbákra járni és gyakorolni, hogy egy emlékezetes műsort csináljunk. Az elegáns ruhák, a zenék, a táncruhák, a meghívó gondos kiválasztása komoly utánajárást igényelt. Ezek a dolgok még jobban összehozzák az osztályt. És úgy gondolom, ebben jól együttműködtek a végzősök. Kedves 12. ás végzős társaim! 4 év volt rá, hogy a két osztály megismerje egymást. Örülök, hogy összetudunk dolgozni konfliktusok nélkül kisebb-nagyobb dolgokban. 4 éve első savatótokon már lehetett látni, hogy ez az osztály, ha a nyári dallam című számra ilyen jól táncol, akkor a szalagtűzőn sem fog csalódást okozni. Kívánom nektek, hogy örömteli legyen ez az utolsó év, és sok sikert az érettségi vizsgákhoz. És most hadd beszéljek egy keveset a saját osztályomról, a 13. N-ről.
Mikor 9. bejöttem az iskola a hatalmas fa ajtóján, az volt a legnagyobb gondom, hogy mer lehet az osztálytermem, és vajon milyen lesz az osztályban a hangulat. Az osztálytermet sokszor azóta sem találom, de a közösség, amiben bekerültem, egy jóra való emberekből álló csapat, és sokat tanultam a velük töltött időből, és a velük töltött együtt 5 évből. A 10. év elején Hegedűs Zoltán tanár úr szeretett osztályfőnökünk tragikus elvesztése után ez a 33 ember annyira összekovácsolódott, ahogy tanár úr is szeretett volna. Ebben nagy segítség volt jelenlegi osztályfőnökünk Margarita tanárnő. Büszke vagyok arra, hogy itt tanulhattam, és szerencsésnek érzem magam, hogy megismerhettem őket. Hamarosan vége lesz egy időszaknak. Gyorsan, bár tartalmasan telt el ez a 4-5 év. Az elmúlt évek a közgazdasági szakközépiskolában mindenkinek jelentettek valamit. Megkomolyodtunk, felnőttünk, és igyekszünk felelősséget vállalni tetteinkért. Néhányan közülünk, akik megbirkóztak az előrehozott érettségivel, azok tapasztalhatták, mennyire nagy munkával jár az, ha valaki jó eredményeket akar elérni. Így lesz ez az életben is. Mindig törekednünk kell a legjobbra, amit ki tudunk hozni magunkból. A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van. Bob Dylannek igaza van, hisz mindenki erre vágyik. Az ember célja a boldogság. De hogyan is válhatunk boldog emberré? Szerintem a boldogság titka bennünk rejlik, az egyéniségünkben. Mivel ha belegondoltok, a történelem meghatározó személyei mind egyéniségek voltak. Véghelyi Balázs gondolatai kísérjenek titeket utatokon. Rajtunk múlik a történelem, nem mi múljunk rajta. Köszönöm. Lázár Nikolett, 12. K-osztályos tanuló, Hankis János gondolatait mondja el a végzősök nevében. Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem örömmel forgathasd át emlékeidet visszafelé. Nehogy sajnálkoznod kelljen, semmi sem történt, hogy a poénokat kihagytad, s most már sohasem érheted utol őket. Okosan élj, de főleg szépen, gazdagon, ne a szó anyagi értelmében. Ahogy a vonuló vadak hagynak nyomot maguk után, úgy hagy te is, hogy rád találjanak, ha keresnek. Hogy rád találhasson, aki keres. Hogy ne felejtsék el a vonulásodat. Jeleket hagyj a világban, téged jelzőket, gondolatokat, amelyek rád mutatnak, emlékeket, bármilyeneket, csak markánsak legyenek. Az iskola unalmára visszaemlékezni, mi más ez, mint előlegezett öregség. De ha a szokások, dáridók, mosolyok, könnyek, félelmek és elégtételek váltogatják egymást, akkor jól éltél. Akkor éltél helyesen. Úgy élj, hogy minden pillanatod méltó legyen a felidézésre. Úgy élj, olyan megfontoltan, okosan és szépen, hogy még az elmúlás fájdalmát is eltakarják a jóleső emlékek felizzó melege. Ünnepélyes szalagtűzés következik. A végzős osztály képviselői feltűzi a szalagot Birémre igazgatónak. Thank you.
utalnék Tardi Irén nyugdíjas igazgatónőnek. Kérem Birémre igazgató urat, hogy tűzze fel a szalagot. Karajos Csabáné Rácsaták a tanárnőnek, a 12. osztály főnökének. És Sóvágó Csabáné Rácsaták a tanárnő feltűzi a szalagot a 12. K-osztály tanulóinak. Virág Petrának. Barató Viktóriának. Keserű Anettnek.
Bors Krisztinának. László Katillának. Erzsébetnek, Fehér Zoltánnak, Olyán Tamáknak, Bócsi Gyula Tibornak, Bere Gábornak, Dányi Beselényi Istvánnak, Bócsi Dórának, Kádár Renátának, Kaszár Sanikőnek, Bócsi Ágnesnek, Aranyos Kittinek, Erdei Enikőnek, Perényi Poletnek, Kapás Margitnak, Gulácsi Alexandrának, Végerikának, Urai Noémi Melindának,
Gyömöri Kittinek. Kis Károlynak. Kis Renáta Rékának. Duró Viktóriának, Obsitos Barbarának, Szabó Szonya Emesének, Szabó Péternek, Herceg Lajosnak, Osik Lászlónak, Yeah.
kérem, hallgassák meg Túri Marian 12. N-osztályos tanulót, aki Tompos Kátya Magányos csónak című dalát énekli, majd duettet ad elő Varga Péterrel. Először Pharrell Williams Happy, majd az EGT Elfelejtett szó című számát hallhatjuk előadásukban. Semmi ágán, egyedül némán, lent a föld, fent az ég. Menni kéne, mozdulni végre, de visszatart valami még. Magányos csónak a tengeren túl fog élni ezer vihart, mert egyre hívja a végtelen, de messze még a túlsó repít hozzá. Magányos csónak a tengeren a szél sodorja, de megy tovább. Az út végén majd megpihen, hívogat egy új világ. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hotel balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You can't make news talking this and that.
Give me all you got, don't hold you back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, the kingdom. Bring me down, my love is too high. Bring me down, the kingdom. Bring me down. Bring me down, the kingdom. Bring me down, my love is too high. Bring me down, the kingdom. Bring me down. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, the kingdom. Bring me down, the love is too high. Bring me down, the kingdom. Bring me down. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Éltünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. A más a szó, ha mondod, a más, ha hallgatod, nem tudja a bal kéz, mit akar a jobb. Én tudom a dallamot, és te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott egy, két, elfelejtett szót. Minden ember jó, itt megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más, de éppen ez a jó. Hát meddig várjak még, míg felhangzik egy elfelejtett szó. Érzem, amit érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, s te fogsz elesni. Én hordom a bal cipőt, rajtad van a jobb. Összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott egy, két, elfelejtett szót. Minden ember jó, kit megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más, de éppen ez a jó. Hát meddig várjak még,
mint felhangzik egy elfelejtett szó. Minden ember jó, kit megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más, de éppen ez a jó. Hát meddig várjak még, míg felhangzik egy elfelejtett szó. Most pedig kérem, tekintsék meg az osztályokról készített felvételeket.
Baby, we'll
A 13. N-osztály Rokit táncol. A koreográfiát betanította Lacó Zsuzsa, harangozó díjas táncművész. Snap your fingers now. Come on everybody and clap your hands real loud. Come on everybody, take a really deep breath and repeat after me. I'm loving my baby. I'm loving my baby. Hey, hey, hey. And my baby loves me. Come on everybody and listen to the tune right now. Come on everybody and stomp your feet real loud. My baby loves me.
making all the panties drop. He's a one stop, got me hot, making my heart beat. He's a one stop, get up on the top, baby, don't stop. He got bonus like sugar cake. Come on, everybody, take a reading breath and repeat after me. I'm loving my baby. I'm loving my baby.
queen. A 12. K-osztály latin táncot ad elő.
a koreográfiát betanította Horváth Csaba, névódias táncos és táncpedagógus. Thank you.
got all the shit. Yeah, yeah. Bonita! Come on! Last night I dreamt of something.
magam, hó! Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket, hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk. Mint a mécses világítson egész életed, fordulj felém, ha megérted, mit mondok neked. Ünnepségünk befejeződött. Köszönjük megtisztelő jelenlétüket. Megkérjük kedves vendégeinket, hogy szíveskedjenek a helyükön maradni, amíg a végzősök elvonulnak. A nap további részében mindenkinek jó szórakozást kívánunk.